és bemásolom ide a parancsot, a szokásos módszer, aki nem tudja, ott van a leírásban egy tutorial róla, stb. Átadom Always Active-re, done. Ó, de jó, és nincsenek engedélyezve a commandokok a szerveren. Hát, ez zseniális. Az nagyon király. Az nagyon király. Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsos szerkezetet fog bemutatni, és segítőm is lesz, vagy áldozat, FXL személyében. Hello! Itt van velem a nagy FXL, ő is commandblokkokkal foglalkozik a csatornáján, majd azt is nézzétek meg, de erről még mit sem sejt. Muhahahaha. Jézusom, betoltam. Szóval a szokásos, ugye egy parancsról van szó. Tehát lerakok egy commandlockot, belemásolom a parancsot, és átállítom Always Active-re. A leírásban ott van a tutorial, aki még mindig nem tudja. Dan. Igen, most egy kicsit megakadt, mert elindult a gépben a vinyó. Vigyed. Ja? Na, csak sikerült. Villámreflex? Te jó ég. Ó, igen, ezt szerette volna hallani. Na, erre kíváncsi leszek. Na, menjünk át az arénába. Leszettem bemutató az egy ilyen arénát, egész csíni szerintem. Ez gondolom ilyen PvP aréna akar lenni. A leírásban ott vannak a linkje, a Planet Minecraftról van, nyilvános pálya. Hát ugye kiírja a játék, itt a chatre, hogy akik szeretnének játszani, azok nyomják meg a shiftet. És ugye mindjárt is ott írja, hogy kik azok, akik játékban lesznek majd, ha megnyomjuk az indítást. És látod, akkor jönik meg az indítás, ha legalább ketten vagyunk. Nagyon okos a szerkezet. Na mondom, mi lesz majd a feladat. Ha elindítom, akkor majd sorsolni fog a rendszer egy gombot. Ha sorsolás közben nyomsz meg valamit, akkor kiestél, csak úgy szólok, tehát ne is próbálkozz. Tehát ki fog sorsolni egy gombot, és azt neked minél gyorsabban meg kell nyomni. Aki lassú volt, az kap egy meglepetést. De milyen gombot? Hol? ja, igaz, elárulom előre, de igazából ki lesz majd úgy is írva. A Q, a Shift, a Space és a jobb gomb közül sorsol. Ja, hogy így gombot, ja, oké. Okay. Igen. És hát minél gyorsabbnak kell lenni. Az a lényeg, és fogja számolni a pontokat is. Fölkészültél? Föl. Jó, hát játszol kettőt és már érteni fogod, tehát nem egy bonyolult játék. Akkor indítom. Igen, és akkor oldalt mindjárt megjelenik, egy pontom van, és akkor lehet nyomni egy következőt, akkor ugye megy egy következő menet, vagy az újraindítás, az meg ugye lenullázza a pontokat. Na? Most már érted? Most már értem. Akkor kezdődjön a harc. Izgulok. Ó! Jó van. Nagyon gratulálok. Ez az. Ó! Oh. Mind a ketten. Tehát akkor lehetséges, hogy mindketten rossz gombot nyomunk. Ez egyszer, ráadásul egyszerre. Mert tehát, hogy egy menetnek akkor van vége, hogyha egy ember nem nyomta még meg a jót, vagy ha valaki rosszat nyomott. Illetve a sorsolás közben nyomsz, amit akkor is kiesel, és egyébként kezeli a döntetlent is, tehát hogy előfordulhat, hogy egyszerre nyomjuk meg a jót, akkor nyilván senki se kap pontot. És ezzel a végtelenségig megy egyébként? Nincsen felső határ, persze addig megy, amíg mi akarjuk. Ennyi! Kéne valami tétet? Kellett valami tétet kitalálni, hogy mit kap a nyertes, vagy mit csinál a vesztes, tudod? Aha. Oh, gyorsan voltál. Oké. Egyébként, ha megnézed, nem túl feltűnő, sajnos, de attól függően lesz egy effekt a játékosnál, amilyen gombot megnyom. Például most nyomom így a külsőnyezetbe. Nyom a shiftet, az a kék, és ugye a sorsolásnál ahhoz tartozik a kék szín. Vagy a piros a jobb gomb, a Q a zöld, az ugrás meg a sárga. Hopp, most repültem. Lehetne az a tét, hogy aki hamarabb eléri a 10 pontot, az nyer, és akkor egy napig olyan skint rak be, amit a másik válasz neki. Juhuhuhuj! Ez komoly, ez komoly, ez tetszik? Az egy nap az nem sokat számít, mert hát jó, most úgy van egy napig, majd holnap Minecraftozok. Legyen az, hogy a
a következő videójában olyan skinje kell, hogy legyen, és látszódjon is, tehát meg is kell mutatni. Félek előre. Na? Hát, oké, végül is ez csak egy játék. Ezzel nyugtatgatom magam. De tök jót találtál ki, tetszik ez a tét. Oké, hát... Nem, hát ez Dobigótól vettem az ötletet igazából. Valamelyik Lucky Block részben volt, azt hiszem, hogy nem tudom. Szép csaj volt. Ó, hát én kreatívabb leszek, ne aggódj. Márha nyerek. Attól félek. Hát akkor következő kör. 10 pont, hajrá Csabusa. Ó, franc, rossz gombat nyomtam. Ó, Isten. Ez az... Fú, már gondolkozok azon a szép skinen. Ennyi pontod volt, ne gondolkozz. Ez az... Talán rossz gombot nyomtam. Döntetlen, nézd már! Az igen. Ez az. Szabályosan izgulok egyébként, hogy úristen mi lesz. Egyébként nem tudom mennyire vetted észre, az is véletlenszerű, hogy meddig sorsol. Pedig próbáltam számolni a kattogásokat. Hát hiába. Rasszul! Nagyon jó! Ezt nagyon kipróbálnám több emberrel, tehát milyen lehet az, amikor ugye egyszerre 5 ember nyomja, és akkor úgy ki fog kiesni. Tök izgi lehet. Hú. Jaj, de rosszul áll a szénám. Aja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 j
Jaj! Ez a francba rasúoltam. Ez az! Hú, az még igen. Három ember, még három is olyan skint kapsz, húhúhú. Mi van FX-e? Ne hagyd magad, jó? Nem kell. Oké, hogy most nem a saját csatornádon vagy meg. Ez van semmi izé, nyugodtan játsszál, nem kell hagyni magad. Ez az! Ó, lassú voltam, franc. Ez a jobb gomb nálam mindig bejön. Ez az! Még egy ember! Még egy nagyon jó! De még én találtam ki ezt a baromságot, most átkozom magam. Hallod? De már így félkézzel azért nézegetem a skineket. Tehát így a másik monitorom már az van megnyitva. Ó, nézegesd, addig én nyomom a gombot. Jó. Tehát utolsó kör. Ring. Nem biztos. De. De hallod, láttam, hogy kék, zöld, meg piros effektus volt fölött, tehát te mindent megnyomtál. Összezavarodtam. Az igen. Hát... Az király. Nagyon köszönöm a játékot, FX-en nagyon-nagyon élveztem a játékot. Van így előre fölvéve valamid? Hát most nagyon jó neked, hogy még nincs. Akkor jó, akkor még ma megkeresem. Akkor jó, akkor szó szerint igen, a következő videódban egy nagyon jó skined lesz. De nem várom. Így néz ki egyébként a szerkezet. Hát ha megnézed, ez ilyen 2x6 vagy 7x? 2, 4, 6, aha, 2x, 7x... 10 vagy 90, nem is tudom. De mindegy, a lényeg azt akarom mondani, hogy látod, hogy egészen tömör, sok parancs, csak pár hely maradt ki. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy milyen egyszerűnek tűnik, vagy legalábbis szerintem olyan egyszerűnek tűnik, eléggé sok parancs kell hozzá. Az érdekes benne a sorsolás, tehát hogy ugye véletlenszerűen sorsol ki valamit, de amit látod, nincsenek entitások, tehát nem használ droppert vagy a spread players-t. Ha nem, gondolom növekszik egy kor, ami egy bizonyosnál lenullázódik, és akkor azt nézik. Úgy működik, hogy van ugye az időszkor, ami folyamatosan növekszik. És van benne egy olyan parancs, ami ha eléri a 100-at, ezt mindig lenullázza, ez így folyamatosan megy. Ellenben, ha játékban vagyunk, akkor nem nullázza le, akkor hagyja tovább futni, és 200-nál állítja meg a sorsolást.
És ugye azért lesz véletlenszerű, mert attól függően, hogy mikor indítjuk el a játékot, 0 és 100 között hol tart az idő, onnantól kezdve 200-ig fog telni ez a kisorsolós rész. Aha, körülbelül erre gondoltam. Aha. Aha. Hát csak, igen, csak nem kell score-t, amit folyamatosan növesz, mert ott van automatikusan a Play One Minute nevű score. Ami ugye tickenként növekszik. Igen, folyamatosan. És úgyhogy ez megoldja a sorsolást. Tulajdonképpen igen, így végül is van benne egy kis csalás, nem igaziból véletlenszerű, mert hogyha mindig ugyanabban az időben indítom el, akkor mindig ugyanaz a gomb fog elvileg kijönni. De hát ez olyan dolog, hogy kiszámíthatatlan. Meg amit látod, eléggé gyorsan pörög. Hát igazából ennyi. Elindítasz, van egy ilyen sorsolós rész, amikor eltelik az idő, akkor ott kap mindenki egy taget, hogy na, most nézzük meg, hogy kinyomja meg a jó gombot. Ilyenkor nem is reseteli a gombokat, mert ilyenkor számít az, hogy ki az, aki már megnyomta. Egyébként most így játékon kívül minden esetben, tehát így reseteli folyamatosan, azért ismétlődnek az effektek, mert mindig lenullázza. Viszont amikor kisorsolta a gombot, akkor ácsi van, várjuk azt, hogy kik nyomták már meg. És akkor aki utoljára maradt, akinek még mindig nulla ez a score, tehát már csak egy ember van, akinek nulla ez a score, az veszített. Ez szó szerint kell érteni, tehát hogy van benne test for. Itt azt nézem, hogyha el van indítva, tag az start, a Q az azt jelenti, hogy a Q gombot kell megnyomni, tehát a score-ok nevét is úgy vettem fel, hogy passzoljon hozzá. És az idő egy, ez az idő, ez egy másik idő, sajnos elég hülye neve van, ez már tényleg növekszik egyesével, ez így végigmegy a gombokon. Tehát ez csak annyit jelent, hogy az egyes érték csak annyit jelent, hogy a Q-t sorsolta ki. Szóval a Q van kisorsolva, és még nem nyomta meg, de már kéne, tehát start van. Ez teszteli, és a következő kommandok meg azt nézi, hogy ennek az értéke 1. Success count 1, azaz egy ilyen ember van. Mm-hmm. És akkor ő lesz a vesztes, stb. A döntetlent meg úgy teszteli, ugye, ha ennek a kommandoknak nulla az értéke, az meg itt lesz, itt van. Ez ugyanazt a kommandokot teszteli, csak nullával. Ez azt jelenti, hogy mindenki megnyomta. Aha. De amúgy így akkor azért eléggé teljesen egyszerre kell megnyomni, hogy döntetlen legyen, nem? Uh-huh, uh-huh. Tudod, egy tikken belül kell, tehát itt a command blokkoknak az idejével kell versenyezni. Aha. Tehát, hogy nem úgy kell érteni ezt a döntetlent, hogy kvantum század másodpercre pontosan, hanem ez a játék sebességétől, illetve talán a szerver sebességétől is függ. Tehát teszem azt, mondjuk ez a command block olyan gyors, hogy nem, mondjuk annyian lassú, hogy másodpercenként futtat egy parancsot. Ez azt jelenti, hogy ha két játékos egy másodpercen belül nyomja meg a gombot, akkor őket döntetlennek fogja hinni. Aha. Mondjuk ha annyira lassú, hogy egy óránként fut egy parancs a játékban, akkor egy órájuk van. Tehát egy órán belül nyomják, akkor még döntetlen, érted? Tehát persze nyilván sokkal kisebb, csak azért nyújtottam ki, hogy lehessen érezni, hogy itt a command blokkok sebességéről van szó. Tehát lehet, hogy valójában egyébként egy stopperrel néznénk, akkor lenne a két gombnyomás között, mit tudom én, fél század másodperc, nem is egyszerre nyomtuk meg, de a játék ennyire gyors, ezt tudja felfogni. Hát ennyi, a letöltés természetesen ott van a leírásban, mint ahogy mindig is. FX videója is, hogyha felkerül azzal a fantasztikus skinnel, az is majd ott lesz a leírásban. Ja Istenem, de félek. Ez egy tök jó ötlet, hallott? Tudta, hogy valami ilyesmitét lesz majd, amikor több emberrel játszok. Hát kívánok neked kevés szerencsét. Majd oda is meghívlak, és akkor nagyobb esélyem lesz. Juhu. Úgyhogy köszönjük FX-ének, hogy szerepelt. Nagyon szívesen, érezd magad megtisztelve. Ó, de megtisztelve érzem magam. A kézikönyv óvjam. Sziasztok!